választ! Nyomjátok! Ők a legmacskosabbak! Utat kérek! Ha nem így alakult, hogy elkezdjétek az orkítőt, akkor tetszik ezzel, és utána átmegyünk! Önálló a kezembe! Tehát mondtad nekik, hogy először átmegyünk! Elkezdtek tavanyag a kinyelni! Igen, mondtam én is nekik, hogy oda megyünk, tehát zárt ilyenek! Mert a lelkesed! Ne sajnáljátok! Ne sajnáljátok a macska szemtőtől! hogy a hitelünket le tudtuk volna zárni a mi számításaink szerint. Emberek, szerintetek mi történt? Egyszerűen nem engedte meg a biztosító, hogy a hitel alatt összegyűjt több mint 1 millió forintunkkal, lezárjuk a hitelkonstrukciót. Azt mondták, majd ha teljesen kifizetjük a konstrukciót, összekapjuk a pénzünket. A következő történt. Hála Istennek, hogy nekem van két olyan testvérem, aki ki tudott engem segíteni, és ennek következtében én ugye nem veszítettem el a lakásomat, és kifizették a hitelemet két pénzben úgy, két év után, hogy a bank szerintem ennyi pénzt kér tőlük. Hát azt a 3.200.000 forintot, amivel elindult a hitelet, $200.000 büntetésként, mert előtt elfogta a hitelet, mint ahol ő szerette volna. Az a 7 évi pénz, amit minden hónapban rendszeresen kifizettünk a banknak, az elúszott. Hát mi az emberek, ha nem csalás? Csalás! Ezért tüntetünk, és ezért vagyunk itt az utcán, mert Csányi Sándor, az ország jótevője, aki ezt a bankot vezérigazgatja, ilyen titkosságokat enged meg a politikerekkel, és nem számolták be az LTP oldalon összegyűjt pénzügyet. Ugyanezt csinálja, fundament a bank. Úgyhogy emberek, nem kell azt mondani, hogy én nem vettem fel hitelt, és ehhez semmi közöm nincs. Mert igenis van hozzá közötök. Mert akkor, amikor a hitelesek vásárlóereje lecsökkent az ország tevékeny oldala is, mert nem tudtak az emberek annyit vásárolni. Kevesebb áfa folyik be a naphoz, és amikor kevesebb pénz folyik be az államkasszába, az állam elkezd dögölteni. Mit csinál az állam ilyenkor? Bevezet új adókat, adót emel, és akkor már azt is terheli, akinek semmi köze nem volt ehhez a banki hitelezéshez és a banki csaláshoz. Tehát olyan nincs emberek, hogy engem nem érjük a hitel. A másik. A bankot azért találták ki, hogy tisztességesen hitelezzen, tisztességes nyereség reményében. A csalók! 3 millió forintot. A ablakába soha nem sűr, de a éve tovaszára, mint egy maró pillanat, nagyon gól süt a nap, és sziktázik a fény, csak a szívem szomorú, az át gondolok én. Ugyanak én! Na szevasztok, ott érte, megközelebb, hogy a kalapács és hajpa, és nem a
És most nézzük meg, kell arra is föl tudjuk tenni ezeket a plakátokat, és meg tudjuk eddig mutatni, hogy ez az utolsó figyelmeztetés, mielőtt rettentő módon ezúzzuk. Itt már a véres kezek fönnvannak, a véres kezek, amit akkor azt mutatják, hogy az embereket megölték az emiterítállal. Körülbelül a 3 ezer ember halálos gyárod a bankok lelkén. Felszámolás alatt a KNH-ban is, felszámoló a magyar nép. Itt valami magyar iskola, óvoda, jólós jönnek belő, az valami szociális történet lesz. Itt a fiatal emberek, de tudod? Oké, már megvan közben. Thank you. Thank you.